Tamás vagyok Szekszárdról. Hát nem vagyok öreg, csak igen régen születtem. Jövőre lesz 50 éve, hogy a középiskolát ilyen szakon kezdtem, utána a felsőfokú tanulmányaimat is. Ilyen szakon végeztem, és azóta a szakmában, vagy a szakma közelében vagyok. Nem tudom, most már 19 éve vagy hogy magántermelő. Régebben nagy üzemben voltam, tanítottam is, szóval egy sok idő alatt sok minden történik az emberrel, ezt nem fogom elkezdeni mondani. A 5 gyerek tartozik a családhoz, akik már nagyja kezd lassan bekeveredni a szakmába. Legnagyobb örömömre, mert én már úgy vagyok vele, hogy nem akarok kihátrálni, csak egy kicsit lassítani a tempón. A bort, amit hoztam, az egy Pentaton nevezetű küvé. Most nehéz volt, mondta a főtitkár úr, hogy a pincére jellemző. Hát én igen széles skálán dolgozom, rozéba is, sok fajtán van, vörösbe is, de nem az, hogy sok fajta, sok többféle stílus irányzatban dolgozom, és mindegyik jellemző a pincére, szóval nem egy kaptafára, hanem sok stílus. Na most az egyiket hoztam, mivel van egy Cabernet Franc Sauvignon küvém, egy barikolt, akkor van egy nem barikolt, de hosszú fahordós érrel és jóboros küvém. Készítettem egy harmadik fajtát, ami teljesen elüt a többitől. Ez Pentaton, hát ez utalhat az 5 gyerekre, vagy a benelevő fajtára, meg a magyar zenére is utalhat, de hogy mondjam, magyar zenek külföldi hangokkal. Nek fele Pinot Noir, ami hát egyik kedvenc fajtám, 20% a Cabernet Franc, amit hát már a franciáknak kivágja a biztosítékot, hogy bordeaux-i burgundival, akkor van benne 14% Syrah, akkor ez még jobban kivágja a biztosítékot, és akkor még van 80% a Merlot és Cabernet Sauvignon, ez akkor már teljesen kivágja, és akkor utána az hogy jutott eszembe, hogy nem jó a bor, de az, hogy nagyon tetszik, csak ezért franciában nem telik ki, mert ott be vannak kategorizálva, hogy mit mivel szabad, hát mi nekünk ennyivel hazább összerakhatjuk. Én általában nem arra törekszem, hogy minél többet mutasson egy bor, hanem hogy minél kedvesebb legyen. Szóval nem erőltetem bármi áron, hogy barik meg egyéb, hogy harsány legyen, hanem hogy kedves legyen. A bor, akinek hozzáért, az úgyis rájön, hogy hát egy elég nagy bor. Ez viszonylag rövid, már az alapanyagok minőségéhez képest rövid, fahordós érlel és nagy hordóba egy évig, külön a tételek, és utána rakom össze és kerül palacba. 9-es a bor, mert korábbi 6-os volt, igen, minden évben készítettem, 2009-es a bor, most van forgalomban. És tovább nem is szaporítom a szót, minden boromon van egy versidézet, akkor azért közreadnék egyet, általában mindig szexuális költők és többnyire Babics, komolyabb borokon Babics van, és próbálom vagy a borhoz, vagy a korhoz irányítani, vagy összeválogatni a verseket. És el is szoktam kortoló mondani, most ezt körülbelül másfél percet ennyit elmondhatok, így zárszól. Ehhez a borról nem az egész, amit mondok idézetnek, annak fele, de az előző évjáraton rajta volt, de úgy próbálom hangulatába összehozni, meg amúgy is szereti ez a Pinot Noir egy kicsit tovább van a pohárba, vagyis fele Pinot Noir. Odakünn a tavasznak napja ég, jaj, nem tudok én fölkelni még. Kertemben zsibbad, lelkemben zsibbad a gyönge vágy, hús lelkemet marasztja az ágy. Bénult akarásom csak kesereg, ó, régi tavaszi reggelek. Madárfügy, tervek, rebbenő szárny, friss kávé illata, templomárny, diákos friss ész, jó tanulás, nagy reggeli séta, elindulás. Ó, versek, versek, végüteme, ó, játszi munka, szent öröme, kedves várása, virágcsokor, reggeli csókok, reggeli bor, kedves egészség.